Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Gazdagréti Közösségi Ház Rét Galériájában, a ma esti kiállítás megnyitónkon. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a fölnapja alkalmából meghirdetett felhívásunkra ilyen sok pályamű érkezett szűkébb és tágabb környezetünkből. A felhívásunkkal célunk az volt, hogy megismerjék egymást is, és mi is az itt élő alkotóművészeket, és ehhez kapcsolódóan a kiállítás megnyitónkra meghívtuk Pablényi Piroskát, aki verseket ír, és sok szeretettel átadna most, vagy szavalná el első versét. Fogadják őt nagyon sok szeretettel. Földnapi köszöntő. Mostanság az van divatva, hogy mindennek van egy világnapja. Most a Föld világnapja van. Köszöntsük hát alázatosan, mert oly sokat vétünk ellene, pedig védeni, óvni kellene. Sorsunk össze van kötve, mi sem élhetünk nélküle, és oly sok szépet ad, vizeket, hegyeket, csodás virágokat, millió élet bölcsője, létünk jelene, jövője. Kívánom, süssön rá a nap a kék égen, éljen boldogságban, békében. Köszönöm szépen, és szeretném felkérni Bárszai Esztert, a rajz és technika művész tanárt, hogy nyissa meg a kiállítást. Uram, te drága boldogatad nekünk, lakóhelyünk. Rejtettük, most nincsen kertelen. Képesítettél művedet megérteni, könnyítsd meg hát munkát, űzd el az éjséget és kort. Kiássuk a kincset, hogy elherdáljuk, hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú gépezetét, mely most azt pucítja, mások építette, mely majd ellenem fordul, elpucít engem és gyermekeim. Uram, legyünk társak az alkotásban, dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a bőség, a boldogság és az összhang erős otthona legyen. Idéztem Szent Györgyi Albert Salmus Humanusából az 5. Zsoltárt, melynek a címe a Föld. Földnapját ünnepeljük minden év áprilisában, de vajon valóban tudjuk és látjuk a veszélyeket? Klímaváltozás. Tudatos, fenntartható társadalom. Kihaló félbelévő állatok. Katasztrófák. Vannak, akik már feladták a Föld megmentését, és inkább a galaxis más bolygóin kutatnak élhető körülmények után. Jordan Peterson, amerikai professzornak is feltették ezt a kérdést, hogy mi a megoldás a klímaváltozásra. Mit lehet tenni a klímaváltozással és hozományaival? Válaszában összekezve a lényeg az volt, hogy mi nem fogjuk megoldani. A fő cél, amit tehetünk, hogy gyermekeinknek olyan lehetőséget biztosítunk a tanuláshoz, hogy talán a következő generációk egyikében születnek olyan zsenik, akik megtalálják és megmentik a bolygót. A ma este itt látható alkotásokban megláthatjuk a megmenteni kívánt Föld, a teremtett világ egy-egy apró kis mozzanatát. Olyan alkotók művei vesznek most körül, akik közül a legtöbben teljesen más területen dolgoznak, vagy dolgoztak a mindennapokban. Van köztük, akik kisgyermekekkel, és az ők zenei nevelésével foglalkozik. Aki nyugalmazott, katonatisztként alkot, aki munka mellett a testészetet találta meg a kikapcsolódásra, aki fotósként éli meg az alkotás örömét, aki a festészetben leli meg a lelki békéjét, és mámorító világba csöppent alatt, aki foglalkozása szerint közgazdász, és művei megalkotása által a nem realista világba ad betekintést, aki ötvösként és tanárként térplasztikába kelti életre művét, és több remek kiállított mű alkotója, nyugdíjba vonulása után talált rá a rajzolás és festészet örömére. A képek megfogalmazásában és stílusában mindegyikben megtalálható az a szeretet, ami egy művész alkotásra készített. Témáikban a természet és a táj vízióit láthatják meg, mely befogadóként a varázslatos, a természeti szépség finomságaira hívja fel figyelmünket. Láthatjuk az alkotói lélek rezdülései által a természeti csodákat, a Föld, a minket körülvevő környezet szépségének színes palettáját.
itt látható alkotások híven tükrözik, hogy akit megérint az alkotni vágyás, azok előtt kinyílik a világ. Kifejezésmódban, a képekben és műveken megtalálható stílusok a hagyományostól egészen a modern, figuratívon át, a non-figuratív stílusig, amely tovább emeli a kiállítás sokféleségét. A színek megvalósításánál mindig eszembe jut, hogy milyen fontos a színek használatának tanítása. Azon túl, hogy egy-egy képen a jó és kifejező formakában jelenik, a színek adják meg egy alkotás lényegét. Sokan gyermekként nem tudják még, hogy a három alapszínben szinte minden általunk ismert szint ki lehet kezelni. Saját tanári tapasztalatom, hogy igenis fontos a fiataloknak a színekkel komolyabban foglalkozni, sok esetben egy színkeverési verseny, a gyerekek hitetlenkedő rácsodálkozásának ténye, ez az, ami magával ragadja a gyerekeket, és onnantól kezdenek komolyabban bele a kreatív, alkotói folyamatokba. Végezetül teljes szívemből kívánom Önöknek, hogy kapjanak lehetőséget továbbra is az életükben önművészet elmélyítésére, az alkotásra. Az alkotás művészete, szeretete és gyakorlása egy ajándék, olyan, mint a gyermek. Szeretettel, tele érzelemmel. Óvni kell, de közben nevelgetni. Az igazi művész minden egyes alkotásában a lelke darabját helyezi bele a művébe, így terem újat, maradjon múlt. Kívánom, hogy ez a felemelő magasztos állapotot tudják megélni melyik elkészítésében. A varázslatot, a misztikumot, a katarzis egyetlen. Köszönöm, és végezetül fogadják ismét Piroskát. Ezek is a természettel kapcsolatosak, és kettő verset mondanék el. Az egyik, hogy ugye április van. Csodás a világ, a kertekben nyílik számtalan virág. Bárányfelhők járnak, a nap ragyog, önfeledten szállnak a galambok. Egy meg is próbált fészket rakni nálam, erkélyemen egy cserépvirág tetején találtam. Egymásra néztünk. Örömünk nem volt határtalan. Ő kellene elröpült, mint kinek sürgős dolga van. Én meg igyekeztem helyrehozni a virágot, és minél előbb feledni a hosszúságot. Feltámadt a szél, kajánul susogott. Pár perc múlva már eső zuhogott. De hiába vártam a szivárványt, pedig kedvelem ezt a látványt. A fák leveléről gyöngyszemek potyogtak, a földre érve pocsolyát alkottak. Szinte percenként változik minden, mert áprilisban a világ csak ilyen. A másik versemet meg azoknak ajánlanám, akik szeretik a zenét. Vihar koncert. Hallgatom, ahogy a vihar zenél. Vonósok zúgása a szél, fényefektus a villám, ahogy lecsap, döng, mint az üsdög, mikor mindent belead. Aztán kopog az eső, mint ütőhangszeret, közben folyton hallom a szelet. És mire a műsornak vége, szivárvány kúszik fel az égre, a karmester mindent leint, ragyog a nap már megint. Köszönni a közreműködést, Önöknek, hogy elfogadták a meghívást, legyenek vendégeink egy pohár kis frissítőre, és kocincsanak az alkotókkal, érezzék jól magukat, valami szép estét kívánok!